színtelen lesz, mint azok a nagyon istek lényképek, melyek még félnek az őszintek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes áldozatait. Forgatni kell a képet, és a világítás bizonyos fénytörése szükséges hozzá, hogy a vakfényről ezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörben. Így halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon fénytűr valahonnan, és akkor megint látunk egy arcot. Írja Márai Sándor, a Gyertyák csonki lényben című műtőtől. Ilyen fény számunkra minden október 23-ai megemlékezés, mert elidézi 1956 őszi eseményeit. Pillancsunk vissza, hogy a mai fényben mit mutat a régi tükörlap. Ebben a segítségünkre iskolák 8. osztályosainak műsora. Felkészítő tanárok Totné Kovács Erzsébet, Nagy Jenő Zoltán, Budó Cárnál. A zenei alap és hangtechnika előkészítésében közmegítőtte Nagyé Karácsonyi Krisztina, Havasi Zoltán. Tisztetési elmez Vágyomé Király Henriette, Totné Kovács Erzsébet, Nagyé Karácsonyi Krisztina. Szétesik. Valami le fogja győzni, az élet fog legyőzni benneteket. Miért nem?
Látod valami jelét annak, hogy ez képzőben van? Vagy valami okot, amiért meg kellene történnie? A tized a nép fellállad, a nép mostoba, az emberek tehetetlenek, mint az állatok. Előbb-utóbb rájönnek, hogy mit is vagytok, és aztán darabokra fognak tépni benneteket. Hallod? Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok. Szomorú vasárnap, száz fehér
Nem kéne, bebörtözöttem, már nem tud aggódni azzal, aki börtönbe vetette.
Sosem féltem semmitől. A haláltól sem féltem. Úgy halok meg, ahogy éltem. Szabadon. Nincs bennem harag, sem bosszúvágy, sem gyűlölet. A ti életeteket sem azok uralják, hanem az újrakezdés lendülete, a megbocsájtás és a jóság. Egy kicsit hosszabb álomra burulok a szokásosnál. Nevezzétek örökkévalóságnak. Szeretteimnek, nemzetemnek azt üzenem, lássák meg a hajnalat a hosszú jelek után, mert aki látni akarja a fényt, annak kockáztatnia kell a sötétségben. Én, a legtürelmetlenebb, előre megyek. De ti várjátok türelemmel, eljön a nap, amikor a történelem igazságot szolgáltat a csapmák idejének. Isten áldjon benneteket, Isten áldjon minden írókodat. Éljen a szabadság, éljen Magyarország! Egyre kevesebb lett a remény, egyre kevesebb a fény, de a sötétség elejének szívében ott lakott a gyengeségem. A legvégben a fénysugár is megjelenik. Egyetlen magányos csepp is elegendő, hogy elveszít. A szabadság lángja pedig több egy magányos gyertyánál. Fénye képes lángolóban lenni a sárban. Tiszta lennék,